Kinyitva kulcsal, királyság. Na, akkor az is megvolt. Hát ezt most kivételesen nem olvasnám el, aki szeretné, az olvasgassa. Aztán majd én is olvasgatom majd, amikor ugye lesz idő. Na, és ugye ott tartottunk, hogy... Át kéne ide kelni. Meg ugye van nekünk egy ilyen másodlagos küldetésünk, hogy mindenre kapható lovag. Ugye ezeket akarom én teljesítgetni. És nem is tudom, hova kéne mennünk. Mert ugye itt akkor vége, ezen a területen. Hát, hogy itt ezeket kéne megcsinálgatni. Mert ugye ez nem kell, mert ugye ez a legvégső. De hát ide éjszakra kéne is, ide éjszakra is el kéne menni, mindegy. Hát induljunk elfele. Itt van egy hajó. Elvileg. Sőt, szerintem gyakorlatilag is. Ugye itt van egy barlang is. Hát nézzünk be. Something here. Where's that artifact Kira gave me? Titkos terület. Tök virág. Borostyánkő. Meg szerint ez ennyi. Na, itt van egy hajócska. Használjuk akkor ki a helyzetet. Mondja, valaki itt hagyta. Szevasz, bizibanya. Hova mész? Nem menekülsz. Köszöntem. Na, akkor opa. Ezt nem így gondoltam. És még föl sem tudok kapaszkodni. De ciki. Na mindegy. Akkor szépen ide így föl. Aztán irány a csónak. Irány a túlpart. Hát nem is tudom, hogy merre menjünk. Nem arra megyünk, hanem erre, mert volt egy kérdőjel. Ezt azért megnézzük. Hát, ha van valami. Plusz érték, vagy nem is tudom mi. Valami kis plusz cumó. Mi esetleg értékké válhat. Ha megtalálom. Hát, 10 résznyi mellékületésezés az még biztos, hogy benne van. Főleg úgy, hogy még kincsvadászat is lesz. Ugye Manticore medve, griff, meg izé. Meg macska. Páncélszettek össze szedegetése. Legalábbis megtalálása, nem lekapcsolása. Csak én hallom úgy, hogy nincsen izé, harci, tehát hogy nincsenek hangok. Se szörnyhang, se semmi, se ilyen izé. Kicsit elkéstek a hangok. Meg valamire az FPS is ugrál. Na. Kezdjünk el szépen beállni. Közben, ja, amíg beáll az FPS, addig. A levél ázott és hosszatozik, a szövegép, hogy kivehető Bruce. Csak semmi butaság, tudom, hogy Buckler temetőjében kaportad el Selinnát, a legutóbbi melóval szerzett zsákmánnyal együtt. Ne feled, abból nekünk is részesedés jár. Szóval ne légy fia, tudjuk, hogy a szeretője voltál, de akkor is ő volt a bandánk vezére. És a kettő közül ez a fontosabb. Sose kaptuk meg a részünket, Matt Hamburg ékszerüzletének felnyomásából. Szóval erős túlzás. Mindenféle drágaságot Selina mellé temetni. Az a kincs mindannyiunké. Találkozunk valahol, és osztozunk meg rajta testvérésen. Aztán nyugodtan a tóba ölheted magad, vagy elengedhetsz. Vagy elengedezhetsz naphosszat egy arra alkalmaságon, Robin. Selina végnapjai. Új küldi, úgyhogy akkor neki is kezdünk. Ha már belefutottunk, akkor miért is ne? Keresd meg a temetőben elrejtett kincset. Jó, megkeressük. Talán az FPS is
méltóztatik beállni. Normálisan. Nézzünk le ide a kriptába, hátha-nátha. Itt volt a két szellem. Ó, oh, hello! Sírrablók. Nem. Na, kettőt egy csapásra. Hát, jó. Ez a felfogókodott ostoba bájgónár Bruce szőrén szállan eltűnt, de ezúttal nem ússza meg. Fog egy csákányt, meg egy lapátot, és keres fel néhai főnök asszonyunkat. Addig se bírtam a búráját, amíg élt, szóval belegondolni se szeretnék abba, hogy most milyen lehet. Még színe se társítok tőle. Hozd el az égköveket, igaz gyöngyöket, meg a többi szart, amit a Bruce sírjába tett. Ó, és ha a temetőben érzed az anya szomorítót, törd ki a nyakát, Robin. Utóiröd, úgy látszik, Selina halála óta a kölyök Orlé Murs temető körül őgyeleg, és vonyítja a holdat. Ha jól sejtem, és szerintem jól, nála van a láda kulcsa, amit a lotyóval temettünk el. Talán véget vethetnénk a szenvedésének, és a nyomorult életének a tóban, ha nem fulladt volna bele azóta magától. És megint itt van egy macska. Jó, ezt inkább majd később én elolvasom magamnak, ti pedig majd állítsátok le a videót, aztán majd úgy. Micsoda értékek vannak itt. Ez a macskát, én ezt nem értem. Ó, ti meg honnan? Csak úgy, random. Nem azért, de megtaláltam a kincset, nem? Vagy ez nem az volt? Menj még körbe, kell itt néznem. Ó, cseh, ez egy drakonida bőr. Az jó. Ezek jó, hogy vannak. Meg ork hallum, vagy mi volt ez? Eloltás nem, meggyújtás nem. Aranypénzek, hát végül is... Én jobban járok vele. De szerintem most találtam meg a kincset, vagy ez nem az volt? Majd lehet, hogy valami információt nem találtam meg. Valami fontos cumót lehet, hogy itt kint. Lehet ez nem is az a izé volt. Ez lehet nem is az a kincs volt. Bár akkor mivel nyitottam a... Tehát értitek, akkor mivel nyitottam ki? Nem. Hát akkor nézzünk körbe. Hátha-nátha. Belefutok valamibe. Aranypénzek nem. Hát pedig... Erőteljesen pásztázom itt a környéket, de... De nem tudom. Valamit nem veszek észre. Jó, az lesz. Éjfélig várunk.
Közben kifújom az oromat. Na lehet, hogy éjszaka többet megtalálok. Főleg azért, hogy itt sötét van. És ugye a sötétbe kicsit jobban kijön a vörös fény, meg ugye a fények. Hát, hogy előbb észreveszek itt valamit. Aztán lehet, hogy semmi köze nincsen hozzá. Nézzünk be már ide. Zárva. Ez is zárva. Meg ugye ez már kívül is esik a itt a sárga körön kívül. Úgyhogy nem. Na, hop, hop, hop. Én nyomom az E-t. Itt volt egy elolvasás. Na mindegy. Hát akkor nézzünk le ismételten. Hát, hogyha most így éjszaka jött elő valami, meg nézzünk be ide. Bár itt nem hiszem, mert ugye itt elvittünk mindent, meg nem is látok semmi extrát. Na menjünk. Hát pedig... Nem akar eltűnni ez a mellékküldi. Nézzük meg az inventorit. Hát, hogyha a küldetéstárgyak között beesett valami. Valami extra, amit ki kéne nyitnom. Még ezt elolvastam. Ládikó. De ezt ugye nem tudom kinyitni, ez csak ugye alapja ládikó. Ez a parancsok Robintól. Ezüst, ezüst, ja. Hát, fogalmam sincs, srácok, lányok. Szerintem ez beakadt, ez a küldi. Hát, jó. Ha beakadt, hát akkor beakadt. Nem tudok vele mit csinálni. Szerintem ez tuti beakadt. Hát a levelet azt elolvastam, megkerestem a termetőben elrejtett kincset, hát itt vagyok, ebből kinyitottam azzal a kulcssal. Nem, erre majd visszatérünk. Na. Haladjunk akkor szépen tovább. Nem tudom, mi van ezzel. Majd nézek másik izé videót, vagy nem tudom. De most ezzel nem akarom húzni az időtöket. Na, itt ki tudunk menni elvileg. Kéne egy izé gyors utazópont, bocs. Mileg erre fele van. Jaj, kovács, 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 meg izé is. Mi az? Festő. Bocsánat. Greetings. Üdvő, jó, igen, igen, igen. Készítsél el nekem valamit, jó? Craft something for me? Of course. Na. Nem. Fejlesztések kellenek nekem. És... Ja. Nagy Igni rúna. Szer. Kis Igni rúna, nem. Itt van Igni rúna, ja. Akkor tudok csinálni még egy nagy ignit, elvileg. Ja. Nagyon jó. Adni a boltot. Mennyibe kell egy igni rúna? Egyetem van nálad. Egy darab. Wow. 2200. 1200. Jó.
Na, de hogyha ma itt vagyok. Ja igen, a rondájtot azt nem. De ezeket igen. Mert ugye kell a lóvé. Igen, nagyon-nagyon ügyelek arra, hogy az Arondite-ot véletlenül se adjam el. Ez ki ez, mi ez? Ja, ez itt nem adható el. Jó. Ennyi. Akkor ez is megvolnánk. És különleg még két ignit akkor be tudok pakolni. Mondjuk akkor a cipőbe. Így akkor elvileg már 40% erősödött az igni. Az jó. Az nagyon-nagyon jó. Sőt, az tökéletes. Az csodálatos dolog, srácok, lányok. Erre megyek? Rossz irány. Na. Kérlek szépen benneteket akkor. Ha majd szerintem... nem tudom. Elmegyünk erre, de a rókavárhoz. Szóval megnézzük, hogy éjszakon mik azok a cuccok. Na. Itt is vagyunk. Igen, akkor arra kell nekem menni. És akkor megnézzük, hogy itt mi merre hány méter. Beleakadok itt a növényzetbe. De igazából miért is ne. Ó, pókok! Mellé! Ezt szerintem nem gondoltam át. De ne azt tűzgő rá, hanem azt a mézé. Be van axizva. Végülis hülye taktika, de beválik. De, persze, hogy kijöttél az axiból, mi? Miért is ne. Tök valószínű. Jó ez. Ez a nagy izé, pókica, ez kicsit előbb kijön az axiból, mint kéne. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Undorítok amúgy ezek a dögök. Az biztos. Jó van, dotolva vagy. Folyamatosan veszíted az életerőt, úgyhogy szerintem nyugodjál meg fele. Így ne. Na akkor lootoljunk. Ennek örömére. Méreg kivonat. Kisebb zöld. Szörnyvér kitin. Sikeres mentés, de van itt minden, srácok, lányok. Még kaja is van, szárított gyümölcs van ám amúgy. Hanza főhadiszállás. A hanzák néven elhíresült rabdobandák egyik főhadiszállása van itt a közelben. Légy nagyon óvatos, ez kemény küzdelemnek ígérkezik. Ezek a haromják jó szervezettek, és a támadás éri őket, segítséget hívnak a környező táborokból. Hogy ne tessék, végez a fáklyás banditákkal,
Mielőtt jelzőt ezeket gyújtanak. Célod, hogy megöld a banda vezért.